cső, rutyko, az első gyakorlat, amikor így négy kézlábra állsz, kezed így az öt ujjad előre néz, a könyököd nem így egymás felé néz, hanem előre nyomod, ezzel a serratus anterior a válladat támasztja. A hátad nem így van, meg nem így van, hanem egyenesen van, húzd be a hasadat, és így kitolod a lábadat hátra, amikor már nem bírod tovább tolni, akkor így megemeled. És akkor lehozod, vissza, és visszahúzod. Ilyen rögyök, hogy jobban. Kezded előre, a vállaid ki vannak támaszva, a pelviszed neutrálisan van, hátra tolod a lábadat, amikor már nem bírod tovább tolni, akkor fölemeled. És visszahozod. És váltasz. És az is fontos, hogy így neki felé álljon, meg ne össze-vissza, hanem egyenes legyen a lába, tehát így hátra tolod, és a lábujjaid lefelé néznek, és fölhozod így, egyenes legyen, remélem az enyém egyenes, és visszahozod. Csinálj ebből, amennyit bírsz. 20-at jó lenne, még csak az, hogy ne kifordíts, hanem egyenes legyen minden. Azt is lehet, hogy ráraksz egy üveget a hátadra, vagy műanyag palackot, hogy azzal, hogy így meg tudod-e ott tartani. És amikor tolod ki a lábadat, akkor fújod ki a levegőt, tehát így. És visszahúzod. Jó, ez volt az első. A második. Most voltam a tengerparton, úgyhogy elég fáradt vagyok. Lefekszel. A pelviszedet, tehát a szimfizis, azt kitámasztod, hasadat behúzod, tehát ezzel stabilizálod a hátadat, és lefelé nézel, hogy ezt is legyed az állatra nézel, és a kezedet így kifordítod, tehát 9 óra meg 3 óra között, és felemeled 10-szer, vagy 20-szor, jobb lenne, ha 20-szor, de 10 is elég. Utána ilyen 11 óra, meg 1 óra, ugyanez. Hasad behúzod, a szimfizisedet lenyomod, és emeled. Ha még utána megy, akkor még itt is csinálhatod az a 12 órával mindkét kezed. Hasad behúzod, szimfizis lenyomod. Minél följebb van a karod, annál nehezebb a gyakorlat. A következő meg pont az, hogyha bírod, akkor emeled a lábadat a fenekeddel, vagy micsoda, a karodat a lábaddal, így váltogatod, hasad be van húzva, a fenekeddel emelsz, a fenekeddel meg a hamstringgel emelsz. Ha még az nem megy, akkor csak a lábadat emeld. Tehát így föl, föl. Ugyanaz, megint csak a fenekedet emeled. Akkor mi volt a következő? Amikor így nyújtás, azt is el kéne megkezdeni, hogy a lábad vagy így van, vagy pedig így, és amennyire tudod, ezt így ilyen a gyerekpóznak hívják jogába, hogy a kezed előre megy, és te meg így, ez pont kinyújtja ezt a részt, meg ezt a részt is nyújtja. Itt vagy egy percig, vagy két percig. A lábaid, az lenne a legjobb, hogyha így vannak, tehát egymás mellett,
de ha ez még nem megy, akkor szétnyithatod, és akkor majd idővel összecsukod. A legutolsó meg az, hogy csak fölülsz, és ugyanúgy, hogy ülsz egy percig, vagy két percig, amennyit bírsz, fölülsz egyenesen, tehát az, hogy megint a pelviszed mozogjon, kezedet a térdedre rakod, és csak így ülsz. Ezzel nyújtod a lábadat, tehát a, minek hívják, csípőt, és erősíted egyébként a gerincedet, tehát azokat a kis izmokat a gerinc között erősíted. Ülsz egy percig, veszed a nagy levegőt, az is jó egyébként, hogy a hasadból lélegzel, tehát mint hogy egy nagy lufi lenne a hasadban, így kifújod, vagy így megnő a hasad, meg utána kifújod a levegőt, amikor veszed a levegőt. Utána megfordítod a lábadat, és neked az azt hiszem a jobb lábad volt az, ami följebb van, tehát ugyanúgy csak üljél így egy percig, vagy két percig. Ennyi volt? Cső-cső!